Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ünnepelni hívom önöket, ünnepeljenek velünk, ünnepeljék velünk Kirovszky Rudolfot. Köszönöm. Rudi bácsi, nagyon sok szeretettel gratulálok a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjéhez, ugye amelyet március 15-én a parlamentben vehetett át. Hogy tudatják az emberrel, hogy ilyen szép keresztet? Mindjárt kettőt kap. Hát kaptam egy levelet, abba értesítettek, hogy mikor kerül sor a megemlékezésre. Ezt a levelet hova postázták? A Fáy utcába, vagy nem, Rudi bácsi lakására? Kivételesen lakásomra. Általában a legtöbb levelet tényleg a Fáj utcába kapom, hiszen ott vagyok minden nap, reggel 9-től, délután 4-ig, 5-ig, attól függ, hogy ez komolyan mondja, napi 7-8 órát? Hát kín vagyok, igen, valóban ott vagyok kín, és gondolom, hogy ez erősít és éltet. Na hát, hogy csak el kell nézni, hát kicsattan a egész részről, de ide majd, illetően. Ide majd még visszatérünk. Itt láthatjuk ugye az oklevél feliratát. Szóval ennek semmi előzménye nem volt, nem, hanem egyszerűen nem, csak. Nem. És ön melyik kategóriába tartozik? Én kétféle díjazottat láttam, hallottam itt az utóbbi napokban, meg az elmúlt években. Az egyikük azt mondja, hogy ennek a díjnak lehet az akár Kossuth-Széchenyi díj, vagy éppen érdemrend középkereszt, hogy ennek a díjnak szimbolikus jelentősége van, ettől nem változik meg semmi, és a többi, és a többi. Aztán van olyan díjazott, aki elmondja, hogy ő rettentő boldog ettől, és ő ezt egy óriási elismerésnek éli meg. Rudi bácsi, melyik kategória? Hát én ezek közé tartozom. Minden megemlékezést, amit velem kapcsolatban tettek, a labdarúgást illetően elsősorban, nagyon örültem, és mindig megbecsültem. Ezt a kitüntetést is megbecsültem. Nem dicsekvésképpen, de jól esően mondom, hogy van egy néhány kitüntetésem, és amikor ezeket a kitüntetéseket kaptam, átadták, mindig örömmel vettem, és nagyon boldog voltam. Hát ezt meg is értem, és egyébként ez így is van, azt hiszem rendjén. Térjünk oda-vissza, hogy 7-8 órát tölt egy nap a Fáy utcában. Na most azért azt gyorsan hangsúlyozzuk, hogy 85 éves volt február 20-án, 21-én. Tehát azért ez önmagában már szerintem kuriózum. Mivel tölti ott az idejét? Még ez aktív munka, vagy inkább olyan megfigyelői státusz? Hát úgy mondom, hogy is-is. Ugyanis én az elnök úr mellett vagyok, az elnök úr az vagyok beosztva, tehát nem a labdarúgással foglalkozom, az csak az egyik oldala az én kintlétemnek. Én az elnök úr kötelékében vagyok, ő bíz meg dolgokkal. Mondjon egy-két példát, mondjon, hogy mivel bízza meg? Hát például a múltkor kimentünk közösen, a lányoknak volt a röplabdás lányoknak volt a 10 éves jubilalma, együtt mentünk ki, együtt képviseltük a Vasast, tehát én ugyan a labdarúgó szakosztályt képviseltem, de mégis ott voltam. Vagy volt, amikor kimentünk közösen a vízipoló meccsre, amikor itt játszott az olasz csapattal a vízipoló válogatottunk, és nem utolsó sorban minden meccsen én ott vagyok, vidéken is, Budapesten is, akár barátságos, akár bajnoki mérkőzés van, sőt az edzések nagy részét is látogatom. Bajos. Van délelőtt edzés, kim vagyok egy olyan órát, 50 percet, mikor és mennyit, de ha van délután, ugyanúgy megjelenek, és ott vagyok, és nézem, hogy ez a csapat, de semmilyen szakmai beleszólásom nincs. De mégis jó. Nem is kérdeznek. Na, hát megelőzött. Tényleg nem. Géza sem, hát Géza a játékosa volt. Géza játékosom volt, igen, de hát megint más játékosnak lenni, és megint más önálló edzőnek lenni. De néha nem megy oda, hogy Rudi bácsi, mi a véleménye erről a srácról, vagy mit lát, vagy? Nem, vannak dolgok, megkérnek egy-két dologról kapcsolatban, de szakmai dolgokban tényleg nincs is beleszólásunk, és én már annyit szakmásodtam, annyit dolgoztam, hogy most egy kicsit pihenek, tehát nincs, ilyen probléma nincsen. Ha tényleg megkérnek bármire, akkor szívesen állok rendelkezésükre, vagy segítek, de szakmai dolgokban semmilyen beleszólásom. Egy 5 évvel ezelőtti interjúban ön azt mondta, hogy ha úgy alakulna, akkor adott esetben átvenné ismét a csapatot, hogyha muszáj lenne.
Ekkor volt 80 éves. Igen. Mi van, ha ugyanezt megkérdezem ma? Persze most ez csak játék nyilván, igen, tehát érez-e magában annyi erőt, hogy adott esetben még, ha nem is vezetőedzőként, de mondjuk szaktanácsadóként belefoljon a napi munkába.